Antal Barbara átveszi oklevelét a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán. A friss diplomás szakember emberi erőforrások tanácsadó mesterszakon végzett. Azt mondja, az itt szerzett tudását saját vállalkozásában kamatoztatja. Ebben dolgozom, úgyhogy tanácsadóként szerencsére annyira nem volt nehéz, nyilván tanultam nagyon sok újat, és örülök, hogy itt végezhettem, nagyon sok jó oktatótól tudtam tanulni. HR-esekre, pedagógusokra, nyelveket beszélő szakemberekre, informatikusokra épp úgy szükség lesz a jövőben, mint üzemeltetési szakmérnökökre, vegyészekre a Paks 2 projektben. A beruházás óriási fellendülést biztosít nem csak Pakson és a régióban, hanem az egész országban, mondta a diplomaátadón a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter. Süli János arról beszélt, emiatt elengedhetetlen a felsőoktatási intézményekkel való szorosabb együttműködés. Nekünk minden féle szakember képzésre szükség van. Sokan azt hiszik, hogy speciális atomerőmű szakembereket kell képezni. Nem nekünk az a lényeg, hogy jó szakembereket, és akkor majd azt a speciális ismeretet, ami az erőműbe kell, azt majd ott egyébként is úgy, hogy ott kell jogosító vizsgákat letenni, ott megszerezhetik. Az Országos Atomenergia Hivatal várhatóan ősszel kiadja a nukleáris létesítési engedélyt. Ennek, valamint a tavaly megszerzett villamosipari létesítési engedélynek a birtokában megkezdődhetnek az új blokkok tényleges építési, gyártási, beszerzési és szerelési munkái.